Miért létezik bármi is, ahelyett, hogy semmi sem létezne? János apostol az előző epizódban megismert igére, azaz logoszra keni ennek a felelősségét. Arra logoszra, akiről megtudtuk, hogy örök, hogy Isten, hogy isteni személy. János nagyon pontosan, szinte matematikai precizitással fogalmazza meg a világ keletkezését. Minden általa lett. Gondoljunk bele, ha minden a logosz által lett, akkor nyilvánvaló, hogy nincs olyan, ami nem általa jött volna létre. És János pontosan így folytatja. Nélküle semmi sem lett, ami létrejött. De ha mindent Isten teremtett, akkor felmerülhet a kérdés, ki teremtette Istent? Mi volt Isten előtt? Úgy vélem, ezek helyén való kérdések, de nem csak a teista teremtésre vonatkozóan, hanem a világ keletkezésével kapcsolatos mindenféle elméletre vonatkozóan. Például mi volt a nagy boom előtt? Mi okozta azt? Meglátásom szerint logikai szükségszerűség, bármilyen világképpel is rendelkezünk, hogy eldöntsük, mi az első okozatot okozó ok, ami létezésének már nincsen oka, ami csak úgy van, ami mindig is létezett. Korábban ateistaként, materialistaként azt vallottam, hogy az anyag örök. Az anyag az, ami mindig is létezett, és a létezésének nincs oka. És úgy gondolkodtam, hogy az alacsonyabb létformákból jöttek létre a magasabb rendű létformák. Konkrétan, az értelemmel, érzelemmel és akarattal nem rendelkező anyag, vagy energia, kinek hogy tetszik, ennek az eredménye lett az értelemmel, érzelemmel és akarattal rendelkező komplex és absztrakt gondolkodásra is képes ember. Egyetemi éveim alatt azonban megváltozott a szemléletem. Hogy miért? Most nincs időm minden érvemet elmondanom, egyszer talán megteszem, azért néhány elindító, a töprengés beindító gondolatot megosztok. Az anyag úgy önmagában nem rendelkezik értelemmel. Nincsenek érzései, nincs akarata. Célja sincs. Nem tud dönteni jó és rossz között, hiszen erkölcse sincs, lelkiismerete sincs. Az anyagnak hite sincs, ezért vallása sincs. Viszont az okosok azt mondják, hogy zuhanó repülő nem találni ateistát. De a műtőasztalon szívműtétre várva sem gyakran. De még vizsgőidőszakban sincs sok az egyetemeken. Na de miért nincs, amikor csak ateistákat kellene látnunk? Bevallom, egyébként én sem ismerek olyan ateistát vagy materialista világnézetet vallót, aki következetesen meg is élné azt, amiben hisz. Még egy gondolat, aztán befejezem. Ha egy fényképen két létformát látunk, mondjuk egy fickót, meg egy agyakkorsót, vajon mire következtethetünk? Az agyakkorsó formálta a fickót? Vagy az a fickó formálta meg azt az agyagot? Az alacsonyabb hozta létre a magasabb létformát? Vagy a magasabb létforma az alacsonyabbat? Számomra sokkal logikusabb azon az állásponton lenni, hogy az értelemmel, érzelemmel és akarattal rendelkező komplex gondolkodásra, absztrakt gondolkodásra képes embert egy tőle magasabb rendű lény formálta. És nem fordítva. Egy olyan szuperintelligens szuperlény, aki magasabb létformát képvisel, mint én. Olyan, aki mindig is létezett. A létezésének nincs kezdete. Aki van. János apostol Istennek, isteni igének, logosznak nevezi azt a legmagasabb létformát, akiről azt írja, hogy minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. János szerint ő a teremtett világ oka. Innen fogom folytatni legközelebb, remélem
kedvet kaptál elolvasni János evangéliumát, kezd el olvasni, kezd el még ma.